A statisztikák szerint az emberek többsége nem mer semmit tenni, ha baj van. 6 emberből 5 inkább a telefonját veszi elő, vagy másokat kér meg, hogy segítsenek. Csupán egyetlen ember próbálkozik meg elsősegélynyújtással. Reményi László évek óta szervez Baján tanfolyamokat és iskolai gyakorlatokat is a témában. 25-30, hogy jön a kérdefogás. Itt a mellkas kompresszió és lélegeztetés helyes módját mutatja be éppen. A mentőtiszt elmondta, évente 26 ezeren halnak meg hirtelen szívhalálban, és ezek nagy része otthon történik. Valamint több mint 100-an halnak meg félrenyeléstől. Gyermekkorban ez gyakori, főleg 5 éves életkor alatt. Az esetek többségében gyors és helyes reakcióval ez a szám jóval kevesebb is lehetne. A szülők többsége azonban bepánikol, amivel értékes percek telhetnek el a mentőérkezéséig, folytatta a mentőtiszt. A mentőérkezéséig próbálgatni kell a szájába nézni, esetleg kiszedni onnan az idegen testet, hátba veregetni, ugye van a hasi lökés nevezetű manőver, azzal próbálkozni. Ennek nyilván megvan a maga tematikája, tehát egy picit mindenki hát utána olvasgatna ennek, akkor sokkal egyszerűbb lenne. Persze ahhoz rutin kell, meg kell szokni, hogy nem pánikolok, hanem ezt megcsinálom adott pillanatban. Magamat megkeresem a szegcsont és a köldököt összekötőjénes felezéspont, ha odajelzem az ökkömet, másik kezem már ráfogok, és fölfele befelé 40 fokos szögben megrágtottam. Ez pedig már az említett hasi lökés gyakorlata. Minden élethelyzetben jó tehát, ha tisztában vagyunk a lehetséges veszélyekkel, amelyekkel szembe kell nézni. Éppen ezért fontos a megelőzés, amely nem csak a gyerekekre, hanem a felnőtt korra is igaz. 25 és 65 év között a vezető halálok a hirtelen szívhalál, amelyet fel kell tudni ismerni, tudni kell hívni a mentőszolgálatot, és mire kiér, addig mindent meg kell tenni, például a mellkas kompressziót és lélegeztetést, fűzte hozzá Reményi László.